valahogy maga a kommunikáció az mindig jelen volt az életemben, meg gimiben is úgy nagyon szerettem, nem tudom, drámafaktra járni, vagy így írni ilyen kis apró dolgokat, de akkor nem volt annyira jellemző. De utána az egyetemen is rögtön elkezdtem a Karilabba cikkeket írni, nagyon sok interjút készítettem, tehát hogy ilyen szempontból azért volt ebben egy folyamatosság. És akkor mellette a matekot is nagyon szerettem, mert az meg egy ilyen nagyon tiszta dolog volt, ami így lehet gondolkodni, ami nem függ attól, hogy éppen ki van kormányon, vagy hogy mit gondolnak a rózsaszín színről az emberek, vagy akár mi, hanem az egy ilyen örökérvényű igazságnak a, a keresése. És akkor közben úgy ide inkább volt bennem egy vágy valahogy, hogy kifejezzem azokat a, az érzéseket, amik bennem dolgoznak ez valahol társult azért egy, egyfajta ilyen válsággal is, mi ilyen, nem tudom, 24-25 éves koromban, amikor így úristen, akkor mit kezdjek az életemmel, és azt ilyen nagyon sötétnek tud tűnni, amikor az ember nem tudja, hogy hova is tart, és hogy melyik a jó irány, amit választhat, és az akkor ilyen olyan érzés, mint hogy belennél valahova zárva, és, 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 tényleg azt érzed, hogy úristen, most ezen múlik minden. Ami utólag persze könnyű azt mondani, hogy jaj, kicsit túl dramatizálta az ember, de amikor ott van benne, és nem látja, hogy előre merre van, akkor nagyon nehéz. És akkor például ez a fajta válságos helyzet hozta azt nekem, hogy, hogy elkezdtem mondjuk írni történeteket azokról, ahogy mondjuk egy férfi és egy nő nem, nem tud egymáshoz kapcsolódni, vagy egy gyerek, egy fiatal nő mondjuk be zár róla azért, mert mondjuk a, a családjával nehezen találja a hangot, tehát hogy valami olyan dolgok, amik nem konkrétan velem történtek meg, de a, így az én érzésvilágomból indultak el. Most, ami foglalkoztat ez a technológia és emberi kapcsolatok kölcsönhatásai, tehát, hogy, hogy ez a, a furcsa jelenlét, ami mondjuk a, az internet és a virtuális világ hatására így így körülvesz minket, ez hogyan hat mondjuk az emberi kapcsolatokra, és akkor ez nyilván megfigyelem egy kicsit saját magamat is, vagy ott az a saját életem kapcsán is érnek erről impulzusok, de próbálok így nagyon nyitott szemmel járni, és akkor így a környezetemet is azért nem nagyon megfigyelni őket, de mégiscsak azért észrevenni dolgokat, illetve így így sok, tehát ilyenkor az a jó, hogy bármi, bármi hasznos lehet, amit az ember olvas, tehát lehet akár ez egy, egy nagyon banális Facebook poszt, de lehet egy érdekes értekezés egy filozófustól arról, hogy, hogy most ez a furcsa jelenlét, ez, ez mit eredményez. Úgyhogy igazából így, így mindenhonnan lehet inspirálódni. Ugye a családomban is sok az ilyen sikeres figura, akinek megvan a, a szakmája, és abban elismert, így a felmenőim között is, és ez ad valamiféle nyomasztást még úgy is, hogyha mondjuk a szüleim amúgy tök szabadon és elfogadóan neveltek, de mégis a puszta tény, hogy ilyen sok nagy ember van a családban, ez már ad egy nyomasztást nekem, hogy, hogy akkor így úristen, nekem is már rögtön marha okosnak kell lennem, és már rögtön le kéne tennem valami nagyot az asztalra. Még most is nagyon gyakran van olyan érzésem, hogy hogy úristen, akkor én is semmit nem tudok a világról, és így mindenhez értenem kéne, és, és, hogy új lepöckölhető vagyok, meg nem fogok nyomot hagyni, meg eltűnök majd valamik középszerű életben, és közben persze tudom, hogy, hogy a boldogság nem azon múlik, hogy most hányan hivatkoznak rád, vagy hogy hány interjút készítenek veled, hanem tudom, hogy nagyon nagy igényem van egy úgymond magánéleti boldogságra is, és hogy ezt is ideálisan kell látni, hogy az akkor mennyire összeférhető egy közéleti sikerességgel, és hogy ebben hogy lehet valami egyensúlyt teremteni. Tehát ilyen szempontból nyilván így úgymond okosabb lettem már, de attól még ezek az érzések, hogy akkor így a saját révemmel ismerjenek el, és hogy létre tudjak valamit hozni, ami értékes és különleges, az azért így még mindig bennem van, ami nyilván ennek van egy jó oldala is, hogy ez azért az embert így, így drájvolja, és akkor is segíti, hogy hogy valamit létre akarjon hozni. Hogy mindig is volt bennem egy olyan érzés, hogy így le vagyok maradva, és hogy így utol kell érnem magam. Ez a sietség, igen, ez fakad ebből is, hogy a családi háttér, meg hogy édesapám elég idős, és akkor így nyilván bennem volt az is, hogy fúj ő még lássa, hogy mit érek elő, most 86 éves, tehát hogy tényleg, tényleg idős és hogy úristen, akkor még amíg velünk van addig, még minden legyen velem rendben, és lássa, hogy hova tartok. Volt, volt benne ez is. Akkor voltak az, hogy a barátnőkkel kapcsolatban is, hogy nem tudom, sokan már, nem tudom, sokan hamarabb házasodtak, vagy szakvizsgákat tettek le, vagy akármi, és hogy, ami nagyon jó, hogy egy csomó tehetséges, meg okos barátnőm van, de nyilván ez olyan, hogy így, így szorongást is tud kelteni, és valahogy ez is így, így akkor észrevettem magamon, hogy eléggé tudok ilyen versengően gondolkodni, pedig alapból nem akarnék magamra így gondolni, de sajnos ez van, és hogy ezt a versengést is valahogy így így letenni, vagy elengedni, ami megint olyan, hogy nem egy, tehát a felismerés az még így a nulladik lépés, és, és akkor ezen is így dolgozom, hogy úgy ne, ne versengjek, hanem, hanem, ezeket próbáljam meg így pozitív dolgoknak látni, hogy a környezetemben is jó dolgok történnek, mert mondjuk egyébként vannak erre kutatások is, hogy az nekem is jó, hogyha a környezetem boldogabb, de nyilván ez most csak egy ilyen racionális hozzáállás, de hogy tényleg akkor ne a versenyt lássam benne, hanem, hanem, azt, hanem örüljek neki hogy mindenkinek tetszeni akarok, ez nyilván abból is fakad, hogy, hogy apukám egy politikus, volt, most már így nem, nem, dolgozik a parlamentben, és, és hogy láttam azt, hogy ha valaki nem tetszik mindenkinek, akkor az iszonyú indulatokat kiválthat, és hogy, hogy akkor nagyon sokan meggyűlölhetnek, kritizálhatnak, a halálodat kívánhatják. Nyilván vannak sokkal ideálisabb és kevésbé ideális körülmények erre és ilyen szempontból szerintem én egy ilyen nagyon ideális és, és, és szép környezetben nőttem fel, ahol egy ilyen feltétel nélküli szeretetet kaptunk, tehát ez a legfontosabb szerintem. Az ilyen sors, meg ilyen szavaktól így sokszor a falra mászom, és akkor olyankor arra szoktam gondolni, hogy én a valószínűség számításban hiszek, de nyilván egyébként meg azt a részét vallom, hogy, hogy az emberben nyilván vannak ilyen hívó szavak, vagy vagy dolgok, amik motiválják, és akkor ö, ö, olyan olyan dolgokat tesz, amik afelé viszik, és ebben abszolút hiszek meg, hogy van mondjuk valamiféle küldetést tudata az embernek meg, hogy hogy vannak olyan dolgok, amik nem feltétlenül racionálisan leírhatók, és, és az érzelmi világunk az így nagyon-nagyon befolyásolja a tetteinket, tehát hogy ezekben hiszek, amikor így nagyon ilyen sorszerű dolgokról beszélnek az emberek, akkor én így mindig, mindig az van nem, hogy így jó, van gyerekek, így nézzük meg egy kicsit, akkor így racionálisan, és hogy annak meg volt mondjuk a, a, az oka, úgyhogy, a, de nyilván ez az ockodás is valamit mondjuk mondhat rólam, hogy, hogy azért ettől így, így, félek egy kicsit ezt így mondani, hogy sors. De, de mondjuk ilyen tényleg ilyen küldetésben mondjuk valamennyire hiszek, vagy abban, hogy így van valami, valami fontos dolgunk, amit mondjuk jó, ha, ha létrehozunk.